Párbajtőr Paganini, ez a könyv címe így egybeírva, főszereplője pedig a nemzet sportolója, a Prima Primissima négyszeres olimpiai bajnok vívó Kulcsár Győző, akinek életútját, karrierjét, személyiségét a kortársak, tanítványok, barátok, vetétársak segítségével festi le legújabb kötetében a Pást barátja, Kő András újságíró, ő a vendégünk, a könyvről beszélgetünk, szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! András, azt írod a, a, a könyved végén egyébként, hogy tűnődtél a címen sokáig, ugye Kölyök kutya, az is felvetődött benned, ugye Pablo Nerudától bevallom, hogy éltem, ez is előkerült, és aztán miért lett végül Párbajtör Paganini így egyben? Mert különböző embereknek mondtam a címeket, teszteltem a címet, és ez tetszett legjobban, azt hiszem Schmidt Pali mondta róla, hogy ő egy párbajtőr Paganini, aki ha a Páston vívott, akkor muzsikált a vívása. És úgy gondoltam, hogy ez az, ami legjobban kifejezi az ő nagyszerűségét, egyéniségét, különleges emberségét, és így lett párbajtőr Paganini, aztán nekem is ez tetszett legjobban. Na most azt ugye már jól tudjuk, hogy Beethoven a zene de miből tevődik össze, te hogyan tudnád megfogalmazni a, a pengeművésznek ez a paganiniséget? Én azt láttam, hogy ugye könnyedség, elegancia, őserő, játékosság, mondok pár fogalmat, de átadom neked a szót, hogy miből tevődik össze kulcsárgyőző? Van egy mondat, amelyik így hangzik tőle, hogy a csomóra is csomót kötöttem. Igen, van egy ilyen mondata. Van egy ilyen mondat. Ez nekem nagyon tetszik. Különleges, amit ő művelt a Páston, mert egyszerűen azt megcsinálta, hogy kiszólt, hogy na most én a lábán fogom megszúrni. És lehet, hogy kapott négy találatot, és lehet, hogy kikapott, de a lábán megszúrta. Így lett négy, egy, aztán öt egyre kikapott. Tehát az a borzasztó fölényesség, ami őt jellemezte, az a vibrálás, ami őt jellemezte, az az agymunka, ami, amit érződött a páston, az, az olyan zsenialitást feltételez, ami egyszerűen nagyon keveseknek adatik meg. Ugye sokan úgy nyilatkoztak róla, hogy nála a szebben vívó, tehetségesebb embert a párbajtörben nem láttak a páston. És azért volt jó az a módszer, amit kitaláltam utólag, hogy a társaival is beszéltem, és ez megnehezítette persze a munkát, de sokszínűvé tette, mert ők vallották be, például Kovács Tamás, aki kitűnő kardvívó mondta, hogy ő nem látott szebben vívó embert a Páston párbajtőrben. De nem csak ő mondja, hanem Eduardo Mangiarotti, aki sokszoros olimpiai és világbajnok volt párbajtőrben. Szóval olyan jelzőkkel illették, hogy magam is meglepődtem, mikor ezt a munkát elvégeztem, hogy micsoda jelzőket kapott. És ennek a következménye volt, hogy négyszeres olimpiai bajnok, ugye köztük egy egyéni olimpiai bajnokság is, és személyre vetették, hogy nem ért világbajnokságot. Igen, igen, azért, mert az is azért többször elhangzik a könyve, például ugye Kúcsár Krisztián is mondja, hogy... Az unoka öcse. Az unoka öcse, igen, hogy, hogy, ő ugye nem látta vívni, de, de ő egy olyan Furcsa ember volt ugyanakkor is, furcsa ember, győző aki, aki ugye mégiscsak kedvből vívott. Ha hangulata az. Hangulata az volt. nagyon fontos volt, Igen. és hogy amikor a nagy eredményét akkor többször volt, hogy hát hogy sérült volt, és akkor olyan kedve volt, hogy összeszedje magát. Szóval ez, ez a hangulat az egy nagyon érdekes elem, nem? Igen, és megmondom őszintén, egy picit magamra is ismertem, mert bennem is vannak ilyen tulajdonságok. Akkor azért nem írtam meg hamarabb a könyvet? Nem, azért nem írtam meg hamarabb, mert nem adódott lehetőség. Balog miniszter úr adott pénzt, és ennek következménye az, hogy ez a könyv megjelenhetett, már korábban kellett volna, de elkezdtem gondolkozni azon, hogy, hogy ez jó időpontban jelent meg. Mert ha mondjuk megjelenik a, a Mexikóvárosi olimpia után, amikor ő olimpiai bajnokságot nyert, akkor nincs benne az életmű, nincs benne a karrier. Hát meg hogy hogyan lett egy nagyon komoly edző belőle? Hogy, hogyan lett komoly edző belőle? Vagy azt is taglalja a könyv, hogy nem törvényszerű, mint hogy semmilyen sportágban, sem, hogy egy nagy versenyzőből nagy edző legyen. Igen. Az ő esetében nagyon szerencsés találkozás volt, és abban is ki tudott teljesedni. Igen, ez egy szerencsés dolog volt, és hát szuperlatívuszokat mondanak az ő edzőségéről, és ami nagyon érdekes, hogy a magyar edzők is dicsérik a háta és szembe is, és ez nagyon ritka Magyarországon, hogy edzők egymást dicsérik, és félik, hogy milyen iskolátat, és, és hogy beszél a tanítványaival, és mire készteti őket. Hát, Szánszemese, aki most egyik versenzője mondta róla, mikor azt kérdeztem, hogy mi jut eszébe kulcsárgyőzőről, azt mondja, a második apám gyilkos, őrület vele vívni, de csak vele eh, tudok, illetve csak ő az, aki az én sikerémnek a kovácsa lehet. És Tehát, ne zárjuk ki, hogy olimpiai bajnokot is fog belőle csinálni? Nagyon könnyen, nagyon könnyen lehet. Úgyhogy egyébként ez is egy kedves mondat tőle, gyerekekkel nagyon szeret foglalkozni, hogy én van egy betegségem, hogy mindenkiből olimpiai bajnokot akarok csinálni. Egy különleges ember. És tudod, az az érdekes, hogy egy gimnáziumban jártunk, a bátyámmal járt egy osztályba, ugyanazon a helyen laktam én is, ahol ő egy. Általános iskolába jártunk, a Váliúti Általános iskolába. Egy grundon futballoztunk, jól lehet, akkor még nem ismertük egymást. Egy gimnáziumban jártunk, a József Attila gimnáziumban, egyen fölöttem járt. Tehát olyan kötődéseim vannak, aztán, amikor én a nélsporthoz kerültem, és szövetségi kapitány lett, 1980-ban, akkor már én voltam az úgynevezett szakírója a vívásnak, és én végigkísértem az ő hat éves szövetségi kapitánságát. Tehát nagyon közel voltam hozzá, de akkor még szó sem volt arról, hogy én könyvet akarok írni róla. Azt hiszem, hogy a könyvírásra is igaz, hogy megfelelő időben kell egy portrét megrajzolni, ha adódik rá lehetőség. És hogy ezt említetted, és nekem ebben a könyvben különösképpen az is nagyon tetszik, hogy én szeretem az ilyen komplex munkákat, nagy divat tudni új egy egy sportembernek az életét, vagy a versenyzői karrierjét, hogy leülve az ember néhányszor, tolba mondja a saját emlékeit, az emlékezet azért nagyon csalókat lehet, mint hogy te is, Szelekt te is a könyvbe. Ebben valóban viszont nagyon sok megszólaló van, és nem pusztán kulcsárgyőző a főszereplő portréját rajzolod meg, hanem hanem nagyon fontos más szereplő például akár hát, Nemere hát azért Zoltán fontos, is. Azért fontos ez, mert ő nem csak egyéniben versenyzett, hanem volt egy csapat, és ezt a csapatot én a futball aranycsapathoz hasonlítom, mert ez a csapat egy időben végigverte az egész világot, és ebből óriási egyéniségek voltak. Tehát Kulcsár győzőről nem lehet könyvet írni úgy, hogy a csapat tagjairól, akik még élnek, mert szegény Nemere már nem él, nem beszélsz, nem szólaltatod meg őket. Tehát és például nagyon... olyat is megtudunk belőle, hogy akár még balcó is tagja lehetett volna ennek a csapatnak. Persze, ez egy nagyon érdekes történet, ugye őt szerették volna bejátszani az 1968-as Mexikóvárosi olimpiában, és ha győző elmondja, ez olyan energiákra késztette Schmidtet, hogy kétszeres magyar bajnok lett, és nem lehetett kihagyni a csapatból. Volt-e olyan, miközben ugye te nagyon sok mindent ö, ö, tudtál róla eleve, jól ismerted őt, fölkészültél, és mégis, amikor írtad ezt a könyvet, amikor beszélgettél a szereplőkkel, ö, akkor téged is meglepett, megdöbbentett, újdonságként ért. Anekdoták. Ugye ö, nem anekdotás könyvet írok, ezt az elején az előszóban megjegyzem, de fantasztikus mesélő és kulcsárjőző, nem csak szenzációs vívó volt a páston, hanem Imádtam hallgatni a történeteit. Ugye a történetek egy része megírható, másik része nem írható. Végre meg. meg kellett fejtened az öt sör vagy ötven sör kérdését, ugye? Igen. Például. igen. Olimpiai a, döntő. A Marekdota ugyanakkor egy nehéz műfaj, mert nagyon jól kell megírni, hogy szóljon, csattanó legyen, stb. Rövid legyen. Ő ebben nagyon nagy volt, és olyan történeteket mesélt nekem, hogy dültem a nevetéstől, és megpróbáltam ezek jó részét visszadni a könyvben. Tehát e, ezek voltak azok a dolgok, amik teljesen újszerűen hatottak rám. Hát persze több történet is van. A 1972-es Müncheni olimpián például az első csörte fenyvesi és kulcsár között volt, és a lepattanós tús, így hívják ezt, azt jelentett, hogy győző adott egy találatot, fejbe szúrta, fenyvesít, és a gép nem szólalt meg. De utána kipróbálták a fegyverét, és megszólalt, és ezt a tús nem adták meg. És mondom, Győzőnek, hogy kettő egyre vezetett fenyves, és szóval nem vezetett, én vezettem kettő egyre, és ezt a túst megkapom, akkor három egy. De mondom, a népsport azt írta, hogy kettő egyre fenyvesi vezetett. A népsport rosszul írta. Tehát vannak olyan dolgok, amik most helyre kerültek, és ez nagyon-nagyon fontos. Különben az is érdekes, hogy megrajzolod a személyiségét is ismerjük, egy laza szerény ember, de ugyanakkor meg pontos és munkamániás is. Mondhatjuk azt, hogy ő egy, egy, boldog ember, aki nem öregszik? Igen. Igen, ez a másik, amiért örültem, hogy megértem a könyvet, ő egy boldog ember, aki rettenete sokat nevet, aki ma is megtalálja idősebb emberként az örömet az életben, Ilyeneket mond nekem. Na jó, hát akkor szerdán most elmegyünk kocsmázni. És sok barátja van, valamikor nagyon sokat kártyázott, most is kártyázik, de a nagy barátai már elhunytak, sajnos. Tehát e, e, irigyeltem ezt az embert, és megmondom neked őszintén, hogy néhány könyvet megírtam életemben, a, az Istennek köszönhetően, de ez volt az első könyv az életemben, amit sajnáltam, hogy be kell fejezni. Mert e, a sok munka mellett annyi örömet, izgalmat adott, és olyan nagyszerű partner volt Győző ezekben a beszélgetésekben. Akármit kérdeztem, rögtön kapásból válaszolt. Hát mi tudjuk azt, hogy milyenek az interjú alanyok, igen, nem, túl sokat beszél, túl keveset beszél. A győző annyit beszélt, amennyit kellett, és azonnal válaszolt mindenre. És amikor én a könyvet megmutattam neki, mikor megírtam, akkor... Mindent úgy hagyott, ahogy volt, a, a csúnya szavakra mondta, hogy egy kicsit azt finomítsuk, finomítottuk, pont, pont, pont. és pont-pont-pont jelöltük, jelöltük, de ez is visszaigazolt engem, úgy hagyta, hogy én megírtam, én meg igyekeztem úgy megírni, ahogy ő elmondta, mert ő nagyon jól mondta el. Tehát mindenkinek ilyen interjú kívánok. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én pedig tanúsíthatom, hogy ez, a, ez az öröm, meg ez a derű és ez a lelkesedés, ez abszolút benne van a könyvben. Nagyon jó sikerült, ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.